titka annak, hogy mitől tetszik nekem egy dal, az mindig azon a dalon múlik, és soha nem tudnám megfogalmazni. Egyszerűen csak szeretem magam én a gondolom, és onnantól kezdve folyamatosan hallgatom. Sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük a meghívást, a Punani Masszív zenekart fogjátok most látni. Zenekar nevében is sziasztok! Na, ennélkül nem mehetett volna. Indítsuk onnan, hogy Földön, ahogy élünk, fizikája és a légtere tulajdonképpen lehetővé tette, hogy terjedjen a hang. Ezáltal szerves rész az életünknek, hogy ez milyen módon nyilvánul meg. Vegyük alapul például azt, hogy a körülöttünk lévő atmoszféra, ahol most ülünk, ahol vagyunk, ezek nagyon kicsi. Ahol most vagyunk és körülvesz minket, itt is van hang. Van lélegzetvétel hang. Annak van egy ritmusa. Ezeknek az összeállítása tulajdonképpen az én munkámnak a része. Van egy grafikon, ami egyébként ezt egyszerűvé teszi. Ne haragudjatok, kicsit izgulok. Kérnék egy bátorító tapsot, hát azt már megszoktam. Ez tulajdonképpen a Bibliám, amit itt láthatunk, ami nem másból áll, mint a hal hangot valahogyan definiálni kellett. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy hangnak van egy leütése, annak egy kitartása. Attack, decay, sustain és release. Decay az az esése, a lecsengése, sustain, ahogy fennáll, és az egésznek a hosszát release-nek hívjuk, ami annyit tesz, hogy ameddig tart egy hang. Ezt egyébként lehetne egyszerűbben ábrázolni, és szerintem talán Dipik ebbe tudna is segíteni, hogy pont egy leütés. Na, ez egy leütés volt. Ennek van egy hossza, és ezek egymásra épülése akkordot tesz ki. Bocsánat, és van egy lépése is. És ennek az összessége maga az akkord, mutass egy akkordot. Na hát tulajdonképpen ezeknek az összeállítása is stratégiája a zeneírás. De hát ezt különbözőképpen lehet megoldani, hát akkor most Punani Masszív zenekarra bemutatnánk a mi saját működési metódusunkat. Először, első szempontból a mondani való másodlagos. Első szempont minden esetben maga a hangulat elkészítése. Zenei hangulatokat tulajdonképpen úgy tudunk. Nagyon fontos az, hogy a szöveg mondani való alágyazódik. Például voltak ilyen kísérletek rá, hogy romantikus filmjeleneteket horrorfilm zenével próbáltak aláfesteni, hogy milyen hatást ér az emberekbe, illetve fordítva, például a cápa zenéje Hugh Grant csókja alatt. Nekem egy rossz lett a végeredménye. Azt, hogy most mi inspirál meg tulajdonképpen egy zeneírót, az nagyon sokrétű lehet. Kiindulhatunk abból mondjuk, hogy utcán lévő fütyülés esetleg. Esetleg. Lehet mondjuk egy fürdőszobában való dúdolás. Játékos. Akár egy kocsmai pultom dobolás, az nálam gyakori. Bármi lehet, tulajdonképpen van még néha, hogy szex alatt is eszembe jut, hamis hirtelen diktafóra felveszem. Áldja az ég egyébként azt, aki ilyet válasz magának párként. A mi esetünkben nagyon fontos ez a hangulat elkészítés. Tulajdonképpen van egy inspirációs tényező, amit a zeneírók használnak. Mi ezt stenknek hívjuk, amikor a zenében van valami izgalmas jegy,
és vannak ilyen akaratlan inspirációk, mondjuk legyen ez elsősorban egy dalocska, ami mindenhol a fülünkbe szól, ez pedig nem más volt nekem, mint Gautier, Somebody That I Used To Know című száma. Szerintem mindenki ismeri. Na, megvan valakinek? Na, borzasztó, reggelt estig ez járt a fejemben. Nekem az volt tulajdonképpen ezzel a, ezt eszközként úgy használtam, a zeneírói szenzitívség az abban áll meg, hogy talán valahol megtaláljuk azt, hogy mi lehet az, amitől ez működik ez a dal. Ebben a dalban felfedeztem két elemet, az egyik a szellősége, a másik pedig a kevesebb több elvet. Tehát nem kell nagyon játszani egy dalt ahhoz, hogy jól tudjon működni, és tökéletesen tudunk figyelni a menetére. Ebből a dalból ezeket kiszedve indult el az építkezés. Könnyű zenében tudjuk, hogy majd mindenféle módon meg lehet közelíteni, és mindent megírtak menetekben. Nem is feltétlenül az az izgalmas szerintem benne, hogy mi a játék. Nézzünk csak egy akkordot. Hanem maga a játékosság. És egy helyes hangszín megtalálása. Na itt érezhetjük azt, hogy van benne szellő, működik. A dinamikájában, a játék dinamikában köztek is levegőket érzünk, és amiatt van az, hogy levegőzik a dalocska. Felépítésében nagyon fontos, hogy például egy gitár követése. A gitár követésében pedig az, hogyha teljesen kiegedünk egy gitárakordot. Próbáljuk meg ezt illusztrálni, hogyha teljesen kiengedi az akkordot erre a menetre. Egy, két, há, és... így nyomatékosabb. Le kellett folytani a hangokat, kevesebb több elve. Két, há, és. Ezt már érzem. Köszönöm. Volt még egy elemecske, ami egyébként hozzájött, az pedig nem más, mint a fürdőszobában való inspiráció, a dúdolása, hogy már Zsuzsoka vizuálba be is mutatta, ami nem más, mint kicsit Hamiska, de nézzétek el. Köszönöm, ez én lettem volna. Tulajdonképpen ez az ágyunknak a kerete, amin elindulunk nyomvonalon. Ha már megvan az alapvető hangulat, megvan az elmélete, a kevesebb több szellősség, nincs más hátra, mint ezeket közösen szövegíró kollégámmal, Farkas Rolival, Wolfival megvitatni, ahol témaválasztásra kerül, hogy mi is fog történni. Amikor téma választás előtt vagyunk, pont ennél a dalnál több dolog is eszünkbe jutott. Például mi lenne akkor, hogyha valami többszörösen asszociatív valóságtól teljesen elrugaszkodó alter szöveg készülne? Nem nekünk való. Mi lenne, hogyha valamilyen szürke, fácsolos, rózsaszín, felhős, szerelmes dalt írnánk, valami szakítós dalt például? Körülbelül 30 ilyen dalunk van. Mi lenne akkor, hogyha kapucnimat még jobban magamra húznám, és valami igazi telepi életérzést próbálnánk megfogalmazni? Hiteltelen lenne számunkra. Akkor nem maradt más, mint a mondjuk, mi lenne, hogyha a magyarság tudatunkat erősítenénk a magunk módján? Tud érdekes lenni, de milyen ismérvjegyei legyenek? Hát, ami nagyon fontos, hogy legyen vicces, de ne legyen bohóc. Legyen informatív, de ne legyen tudálékos. Legyen érdekes, de ne legyen annyira sok, hogy azt ne értse meg senki. Tehát mindkét irányában ábrázolni. Igen, nagyon fontos egyébként, hogy ilyen témakörhöz hozzányúlni, azért kellene, hogy legyenek vezérelvek mindenképpen. És szerintem az, hogy elsősorban ne legyen szélsőséges, mindenkit érintsen meg valahogy, mosolyogjon, és egyben könnyezen is rajta. Talán ez lenne a receptje, ami hangulatban aláélik. Meg is született Roland szövege, ami a következőképpen szól. Két, há, és. Szeretlek kis hazám, minden hibád ellenére, meg sem kérdezném már magamtól, hogy innen elmennék-e. Ha nyugalomra vágyok, néha fővárosra vagy vidékre, nem kell messzi utaznom, hogy leígyom magam privékre. Köszönöm, ez működik. Hála Istennek, a Rolandnál mindig működik. Pattanjunk is tovább, ugorjunk, nézzük meg a refrént. A refrén maga a része egy dalnak, a könnyű zenében legmarkánsabban, és azt jegyezzük meg, amikor hallunk egy dalocskát, akkor általában van egy vezérmotívum, ami végigmegy, mindez esetben a dúdolás,
viszont ez az, amit megjegyzünk. Tekintettel arra, hogy egy szöveges műfaj vagyunk nálunk, például szövegben elég, tehát szövegben nem tudjuk megjegyezni azt a dallamosságot, ami a fülünkben marad. Erre való a refrén. A refrénen áll vagy bukik egy dalocska. Mi esetünkben ez a következőképpen néz ki. Hozzá kell tennem, hogy a maga dúdolás, a fülről szabad dúdolás, akármilyen is banjo volt, most hallhatjátok, hogy kiszótagolva hogyan működik. Láttam már szebbet, de így szeretlek téged. Hosszú az út, míg a fényedet újra eléred. Láttam már szebbet, de én így fogadlak el. Téged, veled mégis itt maradok, míg van számomra hely. Szép, köszönjük Messinek. Következőképpen, hogy a figyelmet tartsuk, fontos elem, hogy van előtte egy kiállás. Tehát tulajdonképpen, amikor bejön a refrénünk, akkor van egy szellő és egy look, ami tökéletesen, bár ezt nem tudjuk, de nekünk tudatosan, a hallgatónak a figyelmét arra vonja, hogy most fog történni valami a dalban. Van még az a Somebody That I Used To Know. Abban van egy kis dalocska, ami sajnos nem hagyja nyugodni a fülemet. Azt átírtam, nem tudtam meg igazából megállapítani, hogy vajon ez marimba lehet-e, vagy valamilyen hangszer. Én egy cselezt a hangot találtam, kicsit hasonlít rá, de azért Máté Sapp sokkal mutas. Na és most nagyjából köszönöm. Most nagyjából úgy állunk össze, hogy Roland szöveg vég, refrén, ez együtt halljuk. Ahó, kebek, kelebek engem, nem a gyúrás edzett meg. Akárhogy is nézem, fura vagyok a helyzetnek. Láttam már szebbet, de így szeretlek téged. Szeretlek is hozzám. Hosszú az út, még a fényedet újra eléred. Láttam már szebbet, de én így fogadlak el. Téged, veled mégis itt maradok, míg van számomra hely. Köszönöm. Elérkeztük a dal feléhez. Tulajdonképpen innentől kezdve a szabálya nem szabály, azért kicsit felrúgtam ezt az elvet. Úgy éreztem, hogy ha egészen eddig a pontig tökéletesen működik az, hogyha tudatosan helyezzük az emberek figyelmét, viszont ennél a pontnál lejjebb süllyedne a dal, hogyha így maradna. Sajnos már éltünk egy élvet című számot, amiben ezt előttük, ezt a veszőparipát. Ebben az esetben pedig a következőt történhet bármi. Tehát konkrétan elmehet akármilyen zenei irányba, amit utána azért persze melózgatás kérdése, de hát megnézhetjük ezt a menetet több zenei irányzatba is. Nézzük meg például rockba. Vagy punk. Legyen jazz. Vagy ska. Köszönöm. Nem veszük el más zenekarok kenyerét. Ez egyik sem illik igazából hozzánk. Egy a biztos, hogy körülbelül szerkezetileg úgy néz ki felépítésben. Van egy billentyűsávunk, és utána elkezdem nézegetni, hogy milyen ritmusok passzolhatnak a zene alá. Nézzünk ilyen ritmusokat. Köszönöm, nem? Ez egy autentikus hip-hop ütem, de nagyon sokszor használtuk már életünk során. Nézzünk egy másikat, nézzünk meg például duplába. Ez meg ugye sok lenne. Valami egyszerűségre kellett törekedni, kevesebb több elven, ezért nézzünk csak egy egyszerű négy negyedet. Köszönöm, na ez pattintós, pontosan azért, mert pulzál, nem zavarja a szöveget, hagy levegőt közte. Nem véletlenül egyébként bizonyos embereknek a zenei intelligenciája, akinek nem túl magas,
ő is szereti a kocsikba hallgatni ezt a puffogós ütemet, pont azért, mert nem kell rá figyelni, nekünk meg az az első szempont, hogy a szöveg elő legyen. Így született meg az én szövegem is, a második verzéje. Nézzük meg csak, hogy működik rá. Egy, két, nézzük, hogy az államok a zavával, meg a katálval le, hogy kapasz, navat a párjára szádra, majd kapsz le, okoplasz. Jó, meg lesz. Köszönöm szépen. Hogyha tovább haladunk, akkor elemekre bontottuk most a részeit, akkor hozzá kéne tennem, hogy vannak azért itt, van itt hangszertárunk, például egy trombitánk. Trombita attól lesz itt érdekes, hogy a hangszernek maga a karaktere, saját adottsága az, ami miatt izgalmas tud lenni. Viszont, mivel slágerbe gondolkodunk, nem szabad hagyni azt, hogy ez túlságosan elvigye a dalt, ezért ugyanazt a dúdolást rekonstruáljuk trombitára. Eljutottunk eddig a pontig. Az, hogy belerakjunk gondolatokat, és az, hogy a zene nyelvén kommunikáljon valami, nekem volt egy szempontom, az pedig az, hogy a magyarokra jellemző, egy jellemző adottság a leleményesség. Ez valamiért nekem vezérel volt. A leleményességet a következő módon jelenítettem meg, egy váratlan zárás és egy nyitva hagyott kérdés, amitől talán azt is mondhatjuk, hogy a könnyűzenében is vannak váratlan fordulatok, de nem utolsó szempontból a szakbarbárok, akik esetleg azt hiszik, hogy ez annyira egyszerű lenne, azoknak legyen egy kis fejlecke. Az árás így néz ki. Ez, hogy hány órán telt, azt nem tudjátok elképzelni. És akkor a következő, hogy ez hogyan szólna szebben, ha nem lenne Gergőként, kicsit gyere előrébb, hogy látsz, hogy hegedűvel. Az tulajdonképpen, hogy ez, amit most hallottunk, hogy összeállt, az, hogy szerkezetileg hogyan épül föl, melyik verze mit követ, refrénnek kezdődik egy dal, mint semmi más, csak és kizárólag ízlés kérdése, ami ugye szubjektív. Hölgyeim és uraim, sok minden van, amit még el lehetne ilyenkor mondani, például hozzátenném a vizuált, magát, az aláfestést, a fényeket, a hangmérnököt, aki a helyterem fizikájához lövi be most éppen a hangot. A stábnak nagyon sok eleme van, ami tulajdonképpen készre visz színpadra egy produkciót. Mi így láttuk szépnek. Jöjjön a hát Punani Masszív, láttam már szebbet című dala. Köszönöm szépen. Droppa, nekem nem megy a monitorom. Megint. Nekem se nagyon, nem baj. Szeretlek kis hazám, minden hibád ellenére, meg sem kérdezném már magamtól, hogy innen elmennék-e. A nyugalomra vágyok néha fővárosra vagy vidékre, nem kell messzi utaznom, hogy leígyom magam privékre. Unikummal veretem, mert ide szeretem, ha összefutunk valahol így át, te is egyet helyettem. Szerettem poros utaid, ahogy kácsukban engedezek, csak arra kérlek, uram, rak már közelebb Szegedet. Halász levő folyó, törköd fellegek, palacsinta pára kapják, álmomban a szerepet. Szeretem nyelvedet, ahogyan csípősen fizserek, hogy anyám után igekötőkkel bombáz a férfi sereg. Amit én képviselek, hogy mindent elviselek, annyi bajom legyen csak, mint kurvákon a viselet. Ahó, kebek, kelebek, engem nem a gyúrás edzett meg, akárhogy is nézem, fura vagyok a helyzetnek. Láttam már szebbet, de így szeretlek téged. Szeretlek kis hazám. Hosszú az út, még a fényedet újra eléred. Láttam már szebbet, de én így fogadlak el. Téged, veled mégis itt maradok, míg van számomra hely. Nézzük
érzik, hogy az állapok az evával meg akadával lehogyko fasz, szabad a párjál a szádra, majd kapsz leokoklaszt. Magas kóroda a nagy magyar, mert a víz szintje nem alacsony, pláne mi büszkék léliek, nekünk szemből mosolyog a palacsony. Csopánkodva romantikusan ömlik el a keserébe, és drága országunk szatirai vagy te mesevépes, ahogy kommunizmusból váltott át a tragikomikum. Cserélgetjük a kormányt, a tragikomikum borítsuk. Fáltat a múltra, csak ránk fénylik el a kiliség. Az erő mindig velünk, akár a malomkőben kiliség. Tüke helyi a krúdi fröccsel, az ötlet tárat úgyis hozza. Jani gyufa golyostól, cég vitaminos rubi kocka. Séggel tövezett hény, ez azért nem az Ohio. Permanens kérdéskör, hogy járogat a sok Ohio. Komoly fejlővését magukban a baj szítani. Sógoréknál menő Adidas, az nekünk rasziszt Adi. Esetleg érzi az ütemet, az nyugodtan beszállhat velünk együtt. Ettől is zene életre kell. Láttam már szedben, de így szeretlek téged. Szeretlek kis alád. Hosszúlt még a fényedet újra eléred. Láttam már szedben, de én így fogadlak el. Köszönjük szépen, meg volt a kísérettségünk. Köszönöm.